Sziasztok! Ez itt a jó kis déli élőadásom, és várom, hogy gyülekezzetek, gyertek, gyertek! Addig honnan is kezdjem? Sok minden van, mert hogy kívül-belül nagyon zajlanak a dolgok, és azon gondolkodtam, hogy most éppen egy lábmosós dalt írtunk Grillus Danival közösen, hiszen tudjátok talán, hogy a Várkert Bazárnak az oldalán megy egy jó kis dalsorozatunk, amiben végigkövetjük a nagy hétnek a történéseit, és ez a lábmosós sztori akadt be nálam, mondjuk így mostan finoman vagy maiasan, hogy igazából milyen izgalmas az, hogy Jézus egyrészt egy lehajol, és úgy megmossa a jó retkes lábát az apostoloknak, ugye arra nem lehetett rákészülni, mert hogyha ma van egy ilyen plébániai esemény, akkor hát mindenki, aki részt vesz a dologban, ugye nem mind az X hívőnek mossa meg, most nem karanténidőkről beszélek, mondjuk a plébános a lábát, a helyi plébános, hanem mondjuk, tudom én, kiválaszt, akkor négy ember, három, öt ember, és így tovább. Nyilván, amikor a Ferenc pápa bement a börtönbe, akkor ott is azok a börtönőr, vagy börtöntőtelékek, azok úgy sikálták előtte napokig a lábukat, hogy hát meg amúgy is a börtönben azért nem mezítláb járnak, gondolom én. Tehát, hogy akkor úgy felkészült az ember, biztos, hogy nem lyukas zoknit vett föl, biztos, hogy nem büdös zoknit vett föl. Tehát, hogy ez egy ilyen szép. Na de, hát az apostoloknak erre nem volt ideje felkészülni, mert Jézus, mint ahogy általában, így gondolt egyet, és akkor gyerünk. De és ugye Péter tiltakozik is, hogy az én lábamat azt ugye meg nem mosod, és utána pedig mondja Jézus, hogy de megmosom a lábadat szívemmel, különben nem lesz hozzám között. Hát igen, akkor most meg a kezem, meg a fejem, tehát hogy akkor komplett wellness szolgáltatást igénybe venne már, hogy hatalta már, ha már így, és akkor erre, és mondta Jézus, hogy nem, aki megvan mosdva, annak már elég a lábát, és ugye ez is egy ilyen jelképes cselekedet, még nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én egy ilyen nagyon tipikus belém nevelt, nem föltétlen csak a szüleim, de ugye egyáltalában valahogy az a világ, amiben belenőttem, az abban nevelt bele. A tanárok is ilyenek voltak általában, volt jó néhány kedvenc tanárom, természetesen sokat kaptam tőlük, de a többségüknél én ezt éreztem, hogy igazából van egy, tehát ez a Sisyphus mítosz, amitől az ember rettek, hogy görgeti, fölgurítja, és utána bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum lemegy a legaljára, mint hogyha semmi sem történt volna. De 4 évig nyomom a kajakkenut, lezajlik egy, mit tudom én, 3 perces küzdelem, abban lemaradok 10 centivel, és én vagyok az utolsó niemand senki, aki, mit tudom én, a döntőben 6. lettem. Hát ki emlékszik a 6.-ra? Hát jó, olimpikon, meg nem tudom én, futottak még. Tehát, hogy készülünk, és az emberek szemében is készülünk, kigyúrjuk magunkat, ott vagyunk, jelen vagyunk, oda tesszük magunkat. Kérdez valamit a tanár, teljesen random, egy kérdést föltesz a föltehető 100 kérdésben, nem tudjuk a választ, puff, szevasz. Tehát, hogy ugyanoda gurulunk vissza, mintha ebben a monopoliban minden kártya, amit lehet húzni, az olyan lenne, hogy nem sikerül valami, akkor visszamész az első mezőre, a kezdő mezőre. És Jézus azt mondja, hogy az emberi kapcsolatoknak nem kell ilyennek lenniük. Én nagyon gyakran beleesem a saját párkapcsolatomban is Júlival, pedig hát már 28 éve ismerjük egymást, hogy valahogy úgy érzem, hogy valami nem működik, akkor hirtelen bum-bum-bum-bum-bum lemegyek az aljára, mint a Sisyphus köve. Hogy akkor most kész, akkor vége, akkor nem az, hogy holnap elválik tőlem, de hogy valahogy érzésben még mindig itt tartok nagyon sokszor, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy nekem megbocsássanak, hogy a következő hiba az nem lesz végzetes hiba, nem jelent végzetes pofára esést, és hát ugyanígy, hogyha ilyenek a tanáraink, a pedellusaink, a szüleink, a legalábbis belső érzésre a párunk, stb., akkor miért ne ilyen lenne pont az Isten is? És Jézus mondja, hogy nem, figyelj, gyerek,
Nem kell, tehát, mert a Péter is úgy látszik, Péter is már így lett nevelve, így nevelte őt a világ. Figyelj, ma nem fogsz halat, akkor menj innen a szemed világába, ahogy ugye Böjte Csaba erdélyesen mondja. Eredj innen a szemed világába, szemem elé ne kerülj. Ma nem fogtál halat, egész éjszaka nem fogtál halat, akkor te egy niemand utolsó halász vagy, egy senki. Szóval engem most ez foglalkozott, lehet, hogy titeket annyira nem hoz ez lázba. De minden esetre nagyon éljen Mannheim, éljen Temesvár, sziasztok a vonalban. Úgyhogy engem most nagyon foglalkoztat, hogy Jézus így határozottan megmutatja a halála előtt, ugye a János evangéliumban nincs is benne az utolsó vacsora, csak a lábmosás, de megmondja egész konkrétan, hogy nem, figyelj, csak a lábadat. Hát most így retkes földön jártál, akkor csak a lábadat. Tehát nem az van, Sisyphus, figyelj, van egy ilyen közbűső szint, kettőt visszagurul a kő, de mondja, csak taszajtsad csak följebb, jó? Légy szíves. Tehát nem az van, hogy a játszma elején vagyunk, és emberileg sem az van, nyilván hogyan tudnám valakivel a barátságot, most eljátszottad a barátságodat, hogyan, plüzsiráf, már pedig olyan állat nincsen, mondja Vas Tibi, olvastam erre a kommentát, pedig le plüzsiráf, csak ki kell mondani, hogy lüpfirált, lüpfirált. Igen. Viszont semmi esetre ismételjük el tízszer a tükörbe, hogy kampókéz, azt ne, mert az durva lenne, és még nehogy valóra váljunk. Ez olyan, mint hogy a halász kihúzza a jó kis izét, kihúzza a jó kis aranyhalacskát, és akkor mondja, hogy hát akkor kívánj valamit, azt mondja, hát legyen kerek szám, és akkor kerek szája marad szegénynek. Tehát igen, ilyesmi, ez a kampókézzel is nagyon vigyázzunk, meg a plüzsiráfokkal. Szóval ez egy érdekes kérdés, és most úgy nagyon felszabadított engem, hogy nem mész vissza a kiindulási mezőre, hanem megmosom a lábad, mert retkes, kétség kívül, elég gyuvás, ugye akkoriban saruban jártak, nem tudom én, hogyha az ember szandálban jár csak nyáron, akkor is azért ég és föld a különbség. Azt megmosom, aztán akkor megyünk tovább. Ennyike. Egy kicsit szagos, hát kicsit koszos, kicsit retkes. Én megmosom és szevasz. No jó, menjünk akkor először a magyaros témához, amit hoztam. Most mindig hozok egy Zsoltárt is, mert hogy mégiscsak hangolódjunk már a nagy hétre. Tehát lesz egy fejezet a Milyenek még a magyarok című kötetből, megmutatom, mert nagyon, nagyon jó pofák egyébként a Szatmári Pistának a rajza, és hadd jelentsem be előre, hogy a valóban nem hoz lázba, de nem is taszít, mondja Anna, nagyon köszönöm, mert én engem meg most éppen ez foglalkoztatott, de hát ez nem kell, hogy mindenkit érdekel, nyilvánvaló. Szóval, a Szállak a kuka fészre címmel, ha minden igaz, akkor könyvhétre, ami nem lesz ugye a könyvhét, de könyvek lesznek a könyvhétre. Kijönnek ilyen mindenféle kis a hagyomány bajszát cibálgató szövegek, Balassi és Jézus Krisztus bejegyzései a Facebookról, a honfoglalók is backspace-el indítható hátrafele nyilat keresnek, ilyen, meg szóval mindenféle a szimbolisták különböző hölgyeket és egyéb dolgokat adnak kölcsön egymásnak, a francia szimbolisták, akkor az impressionisták, akkor az indiánok milyen Facebook bejegyzéseket csináltak volna, ha csináltak volna, vagy hogy mit tudom én, valaki kin fagyoskodik a egy hónap óta várja a szánt az északi sarkon, és akkor onnan unalmában beírogat a komment falakra, hogyan politizálnak például az eszkimók, és így tovább. Ami ugye mind a három párt az egyemberes párt, nyilvánvalóan arra felé. És persze van ilyen, befordul a konyhára Petőfi Sándor, és ott egy ilyen kicsit keményebb fából faragott menyecskét talál, és nem jön létre a Me Too, és hasonló történetek, azt hiszem már emlegettem nektek. És amiről eszembe jutott, hogy Szatmári Pistának a zseniális, karcos kis illusztrációja, nagyon hangulatos könyv lesz, nagy szeretettel ajánlom, de hát majd, hogyha meg lesz, akkor mutogatom ezt nektek. Most legyen egy kis szerénység, mert ugye én régebben egyébként beképzelt voltam, de most már tökéletes vagyok.
úgyhogy így van ezzel a magyar ember is, hogy megrendelhető-e, még nem megrendelhető, köszi Eszter a kérdést, de már hamarost. Ne lőjek le túl sok point, oké, jó, hogy a végén aztán mindenki unja már. Ezt egyébként megcsináltam a drága feleségemmel, szegény, még házasságunk elején. Nekem a kedvenc filmem az Éjszaka a Földön című Jim Jarmusch film, egy zseniális film. 5 taxiból egy-egy jelenet körbe kerüli a világot a rendező, hogy ezeket összevadászgassa. Zseniális színészekkel, zseniális, tényleg az egész, most nem akarom égben magasztalni, de fantasztikus ilyen kamara alakítások, rengeteg izgalmas kérdést vett föl, és egy ilyen nagy road movie tulajdonképpen. És hát minden poént elmeséltem belőle a feleségemnek, hogy hú, és akkor ez a jelenet, meg az a jelenet, és akkor megvettem videókazettát, akkor még ilyen VHS, ilyen dobozos kazéta volt, ez egy vasveretes, mozom, szinte ókori kazetta, és akkor betettem, karácsonyt, megnéztük, és akkor kérdeztem, hogy na milyen volt az élmény, hát ha nem tudta volna azt, hogy minden jelenetnek a végét, akkor biztos jó lett volna, de így is érdekes volt, úgyhogy igen. Szóval, igen, hello, no, kedves pázmányos volt, diákok, szuper. Igen, Night on Earth, nézzétek meg, hogy úgy is van karanténidő, egy hosszú film, tulajdonképpen lassú film, bár a jelenetekben szinte, tehát ugye inkább a jelenetek közbeni, de az is nagyon kell ilyen meditatív utazgatás egy-egy városnak a belsejében, és aztán amikor beugrunk egy jelenetbe, akkor szerintem már egy unalmas másodperc sincsen, meg maga az átmenet sem unalmas, hanem szükséges, de hát mindenkinek tehát nem egy Steven Seagal film, ami akkor, még akkor is lőnek, amikor nem lőnek. Na, szóval jöjjön egy kis magyar szerénykedés. Szerény, mint az ibolya. A magyar ember szerény, mint az ibolya, mert az ősi, kollektív bölcsesség azt tanítja, így majd a sötétben is elárulja az illata. A magyar ember nem azért szerény, mert ez nála jellemvonás, hanem mert nemzedékeken keresztül erre tanították, igaz, maga sem tudja, mire jó az a szüntelen szerénykedés. Magyarországon már vendégségbe is csak sorozatos, kölcsönös szerénykedés kíséretében lehet megérkezni, már amikor nincs karantén. Sziasztok, akkor leveszem a cipőm, de ne vedd le, de leveszem. Ó, ugyan felesleges levenni, de ne vedd le, de leveszem, de ne vedd le, de leveszem, de ne vedd le. Mi sem vesszük le sose, cipőben járunk idehaza, sőt, bakancsban, gumicsizmában, melyről csak úgy röpködnek a sárkoloncok szerte szét. Mi ezt direkte szeretjük, de én akkor is leveszem. Ó, ugyan nincs itt akkora tisztaság, de hiszen ragyog a parkett, és vágni lehet a domestos illatot, mondom, hogy leveszem. Ó, mi legfeljebb évente egyszer takarítunk, térdig ér a dzsuva meg a ganaj, ne vedd le. De leveszem, de ne vedd le, de leveszem, de ne vedd le, de leveszem, de ne vedd le. Jó, akkor mégse veszem le, köszönöm. Ha ennyivel véget érne a rituálé, elkönyvelhetnénk, hogy ez csupán egy nagyon furcsa szertartás, felesleges sallang, ám a fenti jelenet tartós frusztrációt okoz mindkét résztvevőnek. A házigazda magában azon filozofál, miért is nem rohad meg ez a tetves vendég, aki képtelen tiszteletben tartani a 3 napi megfeszített munkát, melynek során a kedvéért a perem alatt is megölték a baktériumokat méghozzá egyenként fogpiszkálóval. A vendég pedig bosszus, mert úgy érzi, a házigazda mégis jobban örült volna, ha ő leveszi ezt a cipőt, de akkor minek akarják látni ezek a marhák az lyukas zokniát, szagolni a büdös lábát, és mi a francot féltik úgy a padlót, mintha azon ennének, azon aludnának. Ha pedig tényleg azon esznek, azon alusznak, akkor lökjenek már ide egy nyavajás papucsot, és ne udvariaskodjanak nekem orba szájba. Szerénynek lenni az végtelenül szimpatikus dolog. A mindenkori háziasszony nem állja meg szerénykedés nélkül, a legincsiklandóbb étel költemény kapcsán is megjegyzi, hogy ó, a krumpli még főhetett volna, vagy lehet, hogy egy kicsit túl főtt, vagy nem elég sós, vagy egy kicsit túl sósra sikeredett, a rizs az van túl tapadós, ragacsos, vagy egy kicsit száraz lehet, a mártás az hígabb a kelleténél, vagy sűrűbb a kelleténél, a hús az nem elég porhanyos, vagy inkább szétesik, a zöldség az nem ilyen szokott lenni, a sütemény is teljesen másmilyen állagú és ízű többnyire, nem ilyen cukros, vagy éppen egy kicsit édesebb, de nem volt minden bolt bezárt, így kellett összerittyenteni ezt a 6 fogásos szerény ebédet. A vendég ismét kényelmetlenül érzi magát, hiszen folyamatosan bizonygatnia kell, hogy minden a legkitűnőbb éttermi minőség fantasztikus, és ezzel végső soron
azt állítja, hogy a háziasszony, akinek a kosztját éppen mindannyian eszik, egyfolytában hazudik. Örökzöld jelenet a tálban található utolsó süteménye is. Vegye csak ki a kedves vendég, nem, inkább a háziasszony. Nem, hát ő nem is éhes. Ja, akkor a házigazda. Nem, ő már degeszre ette magát, több nem fér beli, meg aztán udvariasság is van a világon. De nem, de igen, de ne sértse meg, de nem, de igen, de nem, de ne sértse, de nem, de igen, ne vigye el az ám, talán nem ízlik, de igen. Akkor vegye már ki azt az átkozott süteményt, senki se számolja, hogy ez már a 13. Szóval ilyen ez a magyar ember, hogyha 6.450.643 gyufaszálból 5 évi munkával, minden szabadideje feláldozásával, látását kockáztatva összeragazgatja az országház makettjét, a firtató kérdésekre szégyenlősen csak ennyit fog felelni, ám, nem kell azért eltúlozni, csak volt pár fölösleges napom, az ilyesmire bárki képes. Díjat nyer Cannes-ban a filmjével, és lenyilatkozott, hogy á, nem volt ez akkora teljesítmény, összejöttünk pár baráttal hűlni, felvettük home videóra, és így szerencsénk volt, különben is egy másik, sokkal jobb művet akartunk beküldeni a filmszemlére, csak összecseréltük a DVD-ket. Megmászta a Mont Everestet, ám eredetileg csak a közértbe szaladtam le tejért, már csak nem volt, ezért tovább indultam a távolabbiba, aztán eltévedtem, aztán gondoltam felszaladok a Himalájára, hogy körülnézzek. A magyar ember néha elgondolkodik, hogy vajon nagyjaink is szerénykedtek-e szériában. Mondta-e Mátyás király vendégeinek a Korvinák ékes kódexeivel zsúfolt könyvtára, láttam, hogy á, fiúk, csak bedobálták hozzám ezeket a színes prospektusokat, én meg egy pöpet rendbe rakattam őket, á, adjátok csak. Vagy mondta a fekete seregre, hogy zsúrt rendeztem az unokaöcsémnek, és a haverok meglepinek beöltöztek feketébe, Uzsi után meg felszaladtunk Bécsbe szórakozni. Á, csak ennyi. Mondta ez Széchenyi az akadémiára, á, eredetileg csak egy kutyaházat terveztem a buksinak, de aztán gondoltam, legyen, aki vigyázza jószágra, ha nem vagyok itthon. Á. Vajon Nagy Imre mondta-e 56-ra? Szerveztünk egy ismert meg Magyarországot körutat, kár, hogy főleg orosz turisták jöttek, fényképezőkép helyett géppisztolya. Szerénység ellen is van orvosság. Magyar ember szeszes ital fogyasztása például nyomtalanul eloszlatja ezt a tulajdonságot. Egy-két kör után kész vérre menni azzal, aki kétségbe vonná, hogy mindenben a magyarok a legjobbak a világon. Aztán akad olyan magyar ember is, akinek ehhez innia kell, innia sem kell, hiszen tartósan a fejébe szállt a dicsőség. Hát tényleg az van, hogy borban az igazság. Sörben van a békesség. Mindenkit szeretek. Te vagy a legjobb barátom. Pálinkában abban nincsenek ilyen absztrakt fogalmak, azt inni kell, aztán majd kiderül. És úgy kell inni, ahogy ugye, mert van ez a székely vicc, ugye, hogy a két koma összeül, és akkor kocintanak, első kör, pálinkáznak természetesen, mert hát ugye a sör az játékszer, sutyolják, hatodik körnél azt mondja az egyik, megtörli a bajszat, azt mondja, na, ej, jó volt, most iszunk, vagy beszélgetünk, ugye? Na jó, hát akkor ilyen kis vidámkodás, ez érdekes reflexiók egyébként a maga, ugye azt is mondják, hogy az angol búcsúzás nélkül távozik, a magyar meg távozás nélkül búcsúzik. Ugye megállunk megyünk már gyerek, már korán kell hónap a gyerek, vagy gyerekkor, muszáj, nekünk is, mi is dolgozunk. Jaj, figyelj, csak azt mondja, Marikáék, érted-e? De figyelj, jaj, és tudod, mit mesélt nagyanyám, hiszen várjunk, megyünk már, csak János áldás egészségedre, figyelj, de nem, szóval az van, hogy megyünk, de képzeld el, na most olvastam néztem a múltkor egy filmet rajta, de megyünk már, Nagyika is már nagyon tűkönül, új, nagyon megyünk már, és akkor még a kerkapuba is megyünk, meg még a utcán is kim megyünk, és akkor elmesélt, képzeld el, összefutottam az Annával, és annak meg az unokatesója azt mesélte, hogy de nem is hiszem, mert most várták a babát, aztán képzeld el,
jaj, és a múltkor voltunk egy olyan wellnessbe, de megyünk már, mert nagyon már olyan korán kell, már most már mindjárt kelni kell, te jó ég, megyünk már, itt se vagyunk. Úgyhogy így búcsúzik a magyar ember rendesen. Egyszer s mindenkorra elbúcsúzik, mert ugye ezek a szerencsétlen külföldiek, azok csak úgy hello, hello, elbúcsúztak már is, de ezt nem csinálják meg rendesen. A magyar ember valamivel belekezd, akkor azt alaposan végigcsinál. Úgy elbúcsúzik, mint hogyha egy életre búcsúzna. Na szóval, életem búcsúzása. Akkor jöjjön egy kis, és a Zoomban is így búcsúznak az emberek, nagyon jó. Hát akkor a tradíciót azért a virtualitás nem öli meg, gyerekek, nem. Hát elbúcsú, hát megyek is, mert jaj, odaig a ránt, a mártás, jaj, jaj, de megyek, figyelj, csak azt mondom még el, hogy itt nálunk, hát ez a karantén is borzasztó, csak kormány az ellenzék, komolyan mondom, én már megyek már, mert nem tudok már itten veled beszélgetni, csak de nem tudok én élőzni sem, mert már szaladnom kell, meg már meg kell csinálnom a budit a kertben, de akkor is már elmondom még azt nektek. Minden esetre ezt a szöveget még elmondom nektek, ha már így készülgetünk. Készülgetünk húsvétra, a plüss zsiráfok Zsoltára. Ugye ez az, amit nem lehet kimondani. Egy csomó ilyen kimondhatatlanul gyönyörű szavunk van, a gyöngyük, gyöngyük. Ezt nem én találtam ki, hanem Németh Zoltán nagyszerű pálinkában nincsenek absztrakt fogalmak, ezt valaki helyesli, és tényleg nincsenek benne. Ezt tanúsíthatom. Szóval Németh Zoltán nagyszerű felvidéki költő találta ki, hogy gyöngyük, vagy találta meg, ugye a magyar nyelvben, hogy gyöngyük, az egy kimondhatatlanul gyönyörű nevű állam. Nem tudja senki kimondani, hogy gyöngyük. Na szóval, és azt se lehet kimondani, hogy plüss zsiráf. Tehát, hogy plüss. Na, de azért most kimondjuk, és okkal mondjuk ki, a plüss zsiráfok Zsoltára. Uram, mennyire gyerekek vagyunk mindannyian. Félő, hogy nem a te gyerekeid, csak a magunk árvái inkább. Kihisztizzük, hogy idő előtt felnőhessünk. Oviskortó, pornó, horror, bármi, aztán kihisztizzük, hogy rajzfilmfigurák, gumikacsák, farcsangi, beöltözések örök gyerekkorában lebeghessünk tovább, nagykorúan is. Kikérjük magunknak évszázadok komolykodását, a savanyú unalomra kényszerített mini felnőttek generációit, a gyermekméretű nyakkendőket, a kemény kalapokat, öltönyöket, örök lázadás kényszerben zizegünk, a 60 az új 50, az 50 az új 40, a 40 az új 30, a 30 az új 20, és mindegyik az új 10. Elit öltönyhöz jár a színes cipőfűző, a hupikék törpikés zokni, a mikiegeres sejem nyakkendő. Az ipar a legnagyobb örömmel követi le szabadságharcunkat, korhatáros termékekkel soroz meg gyerekkorunkban, és infantilis árukkal felnőtt korunkban. Kihasználja kettős nyomorúságunkat, de hát miért is ne tenni, ezért fizetjük, drága pénzt adunk érte, hogy olyan igényeket ébresszen bennünk, melyeket drága pénzen tudunk csak kielégíteni. Széles választék minden méretben és minden fazonban, tállencsért vagy 30 ezüstért. Statisztikusok szerint, miért ne hinnénk a jó statisztikusoknak? Sosem gyártottak és adtak el világszerte annyi plüssállatot, mint manapság. Rá nem érő felnőttek veszik szülőpótló szőranyának, más felnőttek saját maguknak, egyre nagyobb lakásokban élünk, egyre több minden választ el egymástól, valós távolságok és virtuális végtelen világok, a résekbe pedig valami puhát tömködünk szigetelésnek, mondjuk plüss zsiráfot, melynek különben már a nevét sem könnyű kiejteni. Zslüpfiráz, plüfsipiráz, plüfsipárz. Alvó állatkák és kulcstartó állatkák, autótükörről fityegők és figurák, animált cukiságok, gifek és emojik röpítenek vissza a felhőtlenül boldog gyerekkorba, melyről terápiák és önismereti módszerek révén aztán kiderítjük, semmi idilli nem volt benne, mégis visszavágyakozunk, mégsem akarunk kicsusszanni a felelőtlenség anyaméhéből. Uram, te hogy csinálod? Gyerekként képes vagy eltévedni, sötét aggodalomba taszítani tisztelt szüleidet, Jézuska ma nem jelent meg az iskolában, saját bevallása szerint az imaházban értekezett az írástudókkal biblikus kérdésekről, kérem szíveskedjenek állításait ellenőrizni, aláírás Jehudáné Gizike. Komolykodó tanítványaid elé pedig kölköket állítottál példaképnek, és bár átláttál a lelkeken,
Mindenki gyermeki kíváncsisággal faggattál, barkóbázva kérdezted, ugyan ki érintette a köpenyem szegélyét, pedig tudtad pontosan, a szamáriai asszonyt álnaiban faggattad, na hívja ide a férjét, és megdicsérted, mikor bevallott a kaotikus szerelmi életét, kidobós játékot javasoltál a házasságtörőt kövezni akaróknak, na ki haigál először, aki büntelen? Rókának nevezted Heródest, hal szájából szedetted ki az adógarast, elköttettél egy random szamarat a jeruzsálemi bevonuláshoz, tanítványaidnak ismeretlen embertől kellett termet kérniük a húsvéti vacsorához, gyalog szörföltél a vizen, ami tényleg vicces, meg disznókba kergetted a démonokat, vírus videó lett belőle, ahogy a sátáni röfik vízbe vetik magukat, azt küldözte egymásnak egész Júdea tartomány, a hús kombinált megy a levesbe, csak a sertés tulajok meg az állatvédők trollkodtak tajtékzó kommentekkel. Véres komolyan játszottad a felnőtt gyerek Jézust, az óriás csecsemőt, aki nem hajlandó mutyizni, megalkudni, sumákolni, úgyis végezted, kiközösített, kicsúfolt, halálra szurkált osztály céltáblája, zaklatás áldozata, de most még itt gügyöksz a szalmán, gyanús, hogy becsináltál, hadd csodáljam tagjaid önkéntelen mozgását, tökéletesre esztergált kis testedet, hadd iratkozzam be hozzád évfolyam ismétlésre gyereknek. Igen, hát ez nekem régi mániám, hogy, hogy a gyerekségből tényleg azt tartjuk meg, ami hogy igazából felejtős, vagy nincs bele nagy baj, csak van egy másik része. Tehát ugye a gyermekségnek a nyitottságát, meg a kíváncsiságát azt úgy lezsilipeljük, lezárjuk. Mert már nagyon tudjuk, hogy mi a tuti, meg mi a jó, és nem vagyunk hajlandóak elámulni folytonosan. Viszont ez tetszik, ez az izegő felelőtlenség, meg kicsit úgy el vagyunk, meg nem tudom én mi. Na, hát ilyen, én legalábbis magamban ilyennek látom, és ilyennek nem akarom látni, vagy ilyen próbálok ebből az állapotból mozdulni, amikor így csak az önző szükségletei kielégítésén munkálkodik valaki, és igazából mindent ennek rendel alá. Azt gondolom én a nem annyira egészséges gyerekségben rekedt létezésnek, de hát ezt mindenki eldönti maga. Most ugye itt van ez a drága karantén, ami emlékeztet arra, hogy igazából van tükör, igazából bele lehet nézni, és igazából mindenféle kincseket lehet találni. Tehát ugye nem azt mondom, hogy egy ilyen véres, harakirizős, önhasba szúrós, állandó marcangolás, hanem én legalábbis nagyon-nagyon élvezem, hogy van időm lépegetni a saját belső világomban. Remélem, hogy ti is élvezitek. Sok-sok vigasztalást, örömöt, erőt a karanténhoz, a vidámság az van bőven, amúgy is, mert mindenki küldözgeti a mémeket, nem tudom, hogy láttátok-e, van egy olyan mém, amin két ilyen, ez a nagyon jól nevelt vizsla ül, és akkor az egyik kérdez, ugye a kisebb kérdezi az anyukájától, hogy te, az emberek miért hordanak, anyu, szájkosarat? Hát azért, mert képtelenek megjegyezni, annyira buták, hogy maradsz és ülsz. Úgyhogy maradjatok és üljetek, a vizslák már ezt meg tudták jegyezni, nem kell ilyen pedigrés versenyekre járni ahhoz, hogy maradjunk, üljünk, gondolkodjunk, meg azért felállni is lehet, meg mindenféle kirándulni a WC-ből a fürdőszoba a hegységekbe, meg a nappali fokra, meg a fürdő, hálószoba öbölbe, bármi, tehát hogy ilyen eszméletlen trippek állnak rendelkezésre. Vigyázzatok magatokra, ne fertőzzetek, ne fertőződjetek, maradjatok otthon, ne kóricaljatok, ne kóslossatok, ne gyűszmékáljétek. Sziasztok! Találkozunk este 6-kor.